Figyelemmel kérem a tisztelt országgyűlést, hogy a T3292-es számon beterjesztett országgyűlési határozatot elfogadni, és a közép-európai funkcionális légtérblokk létrehozásáról szóló megállapodás kihirdetését támogatni szíveskedjenek. Köszönöm elnök úr a türelmét. Megadom a szót Gruber Attila úrnak, a Külügyi Bizottság előadójának. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársak! Aki az imént figyelemmel kísérte államtitkár úr felvezetését, láthatja, hogy ez egy valóban fontos és minden szempontból országunk javát is szolgáló törvényjavaslat elfogadása lenne. Ezért a Külügyi Bizottság különösebb vita nélkül egyhangulag támogatta a T/3292-es számú törvényjavaslatot, és önöknek is elfogadásra ajánlja. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönjük szépen, megkérdezem, hogy kíván-e valaki hozzászólni a vitához. Nem látok bejelentkezőt. Megkérdezem államtitkár urat, hogy kíván-e még valamit mondani, lezárni a vitát. Nem kívánja, akkor én lezárom az általános vitát. És miután nem érkezett módosító javaslat, ezért részletes vitára nem kerül sor, most a határozat hozattal következik. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e a T/3292-es számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak most. Igen. 347 igen, nulla nem, nulla tartózkodás, elfogadta az országgyűlés a javaslatot. Tisztelt országgyűlés, az elfogadott napirend szerint most a cukorgyárak privatizációját, valamint Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozása óta a közösségi cukorreformok során képviselt magyar álláspontot értékelő és annak itthoni következményeit feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló országgyűlési határozati javaslatról kellene döntenie az országgyűlésnek. Font Sándor és Ivanics Ferenc képviselők H/3247-es számú önálló indítványához korábban beérkezett módosító javaslatokról az Alkotmányügyi Bizottság úgy foglalt állást, hogy azok nem felelnek meg a házszabály rendelkezéseinek. A mai napon azonban a bizottság új módosító javaslatot terjesztett elő, így határozathozatalra nem kerül sor. Az országgyűlés várhatóan a jövő héten dönt majd a részletes vitára bocsájtásról, és lefolytatja a részletes vitát. Tisztelt országgyűlés, most viszont soron következik a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi 117-es törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi 38-as törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi 65-ös törvény módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatairól történő határozathozatal. Koszorús László, Dancsó József, Zsiga Marcell, Babák Mihály képviselők önálló indítványát T/3124-es számon, a számvevőszéki bizottság ajánlását pedig T/3124/2-es számon kapták készhez. Előterjesztői zászló már elhangzott, most határozathozatal következik. Az előterjesztők az ajánlás első és második pontját támogatják. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e a támogatott módosító javaslatokat? Kérem, szavazzanak most! Igen. 268 igen, 45 nem, 35 tartózkodás mellett az országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat elfogadta. Tisztelt országgyűlés, határozathozatalunk végére értünk, a záró szavazásra következő ülésünkön kerül majd sor. Most soron következik az egyenruhás bűnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket feltáró, valamint az egyenruhás bűnözés felszámolását elősegítő eseti bizottság felállításáról szóló országgyűlési határozati javaslat záró szavazása. Kocsis Máté és Németh Szilárd István képviselők önálló indítványát H/3075-ös számon, az egységes javaslatot pedig H/3075/19-es számon kapták készhez. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, a határozathozatal következik. Megkérdezem a kormány álláspontját, kívánja-e valaki ismertetni? Nem, de államtitkár úr. Várjon egy pillanatra, államtitkár úr, mert nincs még hangja. Kontrát Károly államtitkár úrnak a... Igen, megvan. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. A kormány a bizottság létrehozását támogatja.
A Varga István képviselő úrnak egyszerre a normál szót kérő, az ügyrendi jelentkező és a 2 perces hozzászólást kérő gombja is nyomva van. Az összes tévedés? Rendben, akkor kérjük, töröljük ezt a monitorról. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy elfogadja-e a H/3075-ös számú határozati javaslatot az egységes javaslat szerint. Kérem, szavazzanak most. ~253 igen, 96 nem, nulla tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot az országgyűlés. Soron következik az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990. évi 56-os törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Ág István és Szijjártó Péter képviselők önálló indítványát T/22-24-es számon, az egységes javaslatot pedig T/22-24-5-ös számon kapták készhez. Mivel az egységes javaslathoz az Alkotmányügyi Bizottság módosító javaslatot nyújtott be, így záró vitára is sor kerül. Kezdeményezem, hogy az energetikai tárgyú módosító javaslatokat összevontan egy szakaszban tárgyalja meg az országgyűlés, aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel támogassa az elnöki javaslatot. Köszönöm szépen, látható többség, megállapítom tehát, hogy az összevont tárgyalást elfogadta az országgyűlés. Megnyitom a záróvitát a T/22-24/7-es számú ajánlásban szereplő módosító javaslatra, amely az 1-től 10-ig terjedő pontokban található, és megadom a szót először 6 perces időkeretben Józsa István képviselőnek. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Ez év március 16-án egyszer már kifakadtam önök előtt, hogy az reggel benyújtottak egy hatalmas energetikai tárgyú csomagot. Hát azt hittem, hogy ezt a gyalázatot nem lehet überelni, és a mai nap mégis megtörtént. Tehát amit ma a kormánypárti többség az Alkotmányügyi Bizottság ülésén művelt, azzal megint átlépett egy határt, sebetejtett a magyar parlamenti demokratizmuson. Zárószavazás előtti módosító javaslatként adtak be egy meglehetősen terjedelmes energetikai törvénymódosító csomagot az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló törvényjavaslathoz, rövid nevén a Lex Szijjártóhoz. Látom, hogy nem érdekli önöket, de hát ha bírnak kicsit koncentrálni. A módosítás szövege, amit ma reggel beadtak, a következő képpen szól. A földgázellátásról szóló 2008 évi 40. törvény, a továbbiakban gázellátási törvény, 3. paragrafus 55. pontja helyébe a következő rendelkezés lép. Szervezett földgázpiac, a szervezett földgázpiaci engedélyes által működtetett, a regionális földgázforgalmat elősegítő kereskedelmi rendszer, amelyben az energiakereskedelem és az ahhoz kapcsolódó ügyletek megkötése és lebonyolítása szabványosított formában történik. Tehát a gázellátási törvény szerint a tevékenységet szabványosított formában kell végezni. Ugyanakkor rendelkezik a magyar törvényhozás egy úgynevezett jogalkotási törvényről is, ami szerint ilyet nem lenne szabad beadni. Zárószavazás előtti módosító javaslatot elvileg csak koherencia probléma esetén az adott tartalom ellentmondása miatt lehetne beadni. Ez, amit felolvastam, gondolom képviselőtársaim számára is világos, hogy nagyon szoros kapcsolatban van a Lex Szijjártóval, mert nem tudna működni a gázpiac, hogyha a Szijjártó úr két helyről vehetne föl javadalmazást. Tehát ahogy itt hozzászólásként elhangzott, egyáltalán semmi köze nincs ahhoz a törvényhez, ami meg lett nyitva. Sajnos ez tipikus példája a Fidesz-KDNP elmúlt egy évi törvényalkotásának. Önök nem csak kapkodnak, nem csak folyamatosan improvizálnak, de mindez szakmailag megalapozatlanul, előkészületlenül és rosszul csinálják. A zárószavazás előtti módosító javaslattal ugyanis a kormány alapvetően egy olyan problémát kíván orvosolni, amelyet 2 hónappal ezelőtt saját maga okozott egy jól működő energetikai rendszer megszüntetésével.
és egy olyan rendszert hoz be, ami az EU jogrendszerével nem biztos, hogy összeegyeztethető lesz. Önök akkor úgy döntöttek, hogy a hővel kapcsolatos villamos energiát előállító erőművek esetében a beruházásaik megtérülésétől és az energiahivatal által kiadott érvényes határozatoktól függetlenül megszüntetik a villamosenergia támogatott áru kötelező átvételét. Tehát szerzett jogot visszamenőleges hatállyal szüntetnek meg. Nem foglalkoztak azzal, hogy ez jelentős távhőáremelkedéssel járhat, és egyes városokban továbbá több tízezer ember munkahelyét is veszélyezteti. Ez az ország legkorszerűbb 1200 megawattnyi energia kapacitását jelenti. Ezzel növelik Magyarország földgáz felhasználását, és elősegítik Magyarország egyoldalú függését az orosz gázimporttól. Ami hirtelen ma reggel eszükbe jutott, azzal az a baj, hogy nem tudtak érdemi megoldással előállni. Önök ugyanis továbbra is támogatni kívánják ezeket az erőműveket, csak egy más módon, a rendszerhasználati díjon keresztül. A rendszerhasználati díjon keresztül az 50 megawattnál kisebb kapacitású erőművek esetében 1 forint 20 fillér támogatást kívánnak adni, ami nem vethető össze a korábbival, tehát az 5 évnél fiatalabb erőműveknek a megtérülése nem biztosított. Képletesen szólva azt mondhatnám, hogy önök felgyújtották a házat, most pedig kétségbe esetten szaladgálnak vízért, de kapkodásukba olajat öntöttek a tűzre. Ebből még baj lesz. Ugyancsak kíváncsian figyeljük, hogy mi az oka annak, hogy hirtelen sietséggel létre akarják hozni az MVM, akarják hozatni az MVM-mel a földgáztőzsdét, hiszen ez alapos előkészítést igényelne, és az uniós határideje is hátrébb van még. Az már különös érdekesség, hogy a kormány a saját magának szabott határidőt fogja meghosszabbítani. Úgy gondoljuk, hogy ez a típusú eljárás méltatlan az országgyűléshez. Ideje lenne visszatérni legalább a stratégiai ágazatokban a konzultációhoz. Nem szégyen, ha önök egyedül nem tudnak a korábbiaknál jobb szabályokat kitalálni, de nem kell próbálkozni minden áron, ha abból ilyen rossz végeredmény süljön ki. Forduljanak nyugodtan szakértőkhöz. Itt állunk, itt vagyunk, állunk rendelkezésére, ezt pedig vonják vissza. Köszönöm szépen! Következik Schiffer András frakcióvezető úr, LMP. 6 perces időkeret üljön csak. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés! Ma az Alkotmányügyi Bizottság ülésén én azt gondoltam, hogy csak ez egy rossz vicc, ez a zárószavazás előtti módosító, mert a nemzeti cinizmus rendszerében már semmi nem lepődik meg az ember. Nem tudom, hogy egyáltalán nem az, hogy önök ÁK képviselő úr tisztában van-e azzal, hogy egyébként mihez adja a nevét, szerintem fogalma nincsen. Nézzük meg a házszabály 107. paragrafus 1-es bekezdését, azt mondja, hogy a zárószavazás megkezdése előtt módosító javaslatot lehet benyújtani bármely korábban megszavazott rendelkezéshez kapcsolódóan, ha a megszavazott rendelkezés nincs összhangban az alkotmánnyal vagy más törvénnyel, a törvényjavaslat már megszavazott rendelkezésével, vagy a törvényjavaslat módosítással nem érintett valamely rendelkezésével. Melyik eset forog fenn? Arról van szó, hogy itt esetleg arra gondolnak, hogy vannak képviselők, akik az energialobbi emberei, és az energialobbitól kapnak fizetéskiegészítést? Vagy mi köze van a képviselői javadalmazásról szóló törvényi szabályozásnak a gáz, illetve villamos energia törvényhez? Meséljék már el! Ez, amit itt önök most megcsinálnak, ez egész egyszerűen a házszabálynak a lábbaltiprása. Önök felszámolták az alkotmányosságot, és nagyon világosan az értésünkre adták ma, hogy az alapvető parlamentáris szabályokat sem tisztelik. Úgy jött be ez a módosító javaslat ma az Alkotmányügyi Bizottságra, hogy fizikailag sem volt kiosztva jó néhány bizottsági tag számára. Nem lehet kabarét csinálni a parlamentből, önök most ezt teszik. Nem lehet ilyen súlyú törvényeket semmilyen összefüggésben nem álló más törvényhez zárószavazás előtti módosítóként benyújtani. Szeretném önöket emlékeztetni egy 2003-as eseményre.
amikor az álbaloldali kormány a kórház privatizációt próbálta keresztül hajszolni a parlamenten, Mádl Ferenc köztársasági elnök visszaadta az országgyűlésnek politikai vétóval. Erre az akkori házvezetés úgy reagált, hogy gyakorlatilag megkerülve a politikai vétó intézményét keresztül hajszolta újra, hogy vita nélkül ugyanazt a törvényjavaslatot. Akkor ezt az eljárást az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek találta, egész egyszerűen azért, mert olyan módon szegte meg az álbaloldali kormány, illetve a parlamenti többség a jogalkotási szabályokat, a parlamentári szabályokat, hogy az komolyan felvetette a jogbiztonság sérelmét. Tekintettel arra, hogy ma még lehetőségünk van arra, hogy a jogbiztonság sérelme miatt Alkotmánybírósághoz fordulunk, természetesen ezt az itt önök által nyilván megszavazásra kerülő módosító javaslatot haladéktalanul el fogjuk küldeni az Alkotmánybírósághoz. Köszönöm szépen! Balczó Zoltán, alelnök úr, Jobbik. Elnök úr, köszönöm a szót, természetesen ehhez a zárószavazás előtti módosító indítványhoz szólok hozzá, de előtte hadd kérdezzem meg azokat a fideszes, volt kisgazda képviselői társakat, akik 98-2002 között országgyűlési képviselők voltak. Mi köze van egymáshoz a váltakozó áramú halászatnak és a dajka anyaságnak? Tudja valaki a megoldást? Igen, a Fidesz kisgazda MDF kormány alatt ez volt az első olyan saláta törvény, ahol ugyanabban a javaslatban terjesztették be a dajka anyaság intézményét és a váltakozó áramú halászatot. Most mi ebbe a gond? Bocsánat, mi ebbe a gond? Nem az, hogy egy törvényben kell a kettőről vitatkozni, nem. Egy gond van ezzel, hogy egyetlen végszavazási lehetőség van. És hagyd mondjam el, hogy önök, kontrájt államtitkárul, hogy érezzel vissza? A következő történt. A büntető törvénykönyv szigorítását behozták csomagba, abban is teljesen eltérő kérdések voltak együtt, egy saláta törvény, de legalább a BTK-ról volt szó, és az úgynevezett Lex Gárda részt, amely nem akarok ilyen vitát nyitni, csak egy mondatot mondok, a társadalom természetes immunrendszerének az elnyomását oldották meg, másik oldalról helyesen büntető törvénykönyvet szigorítottak. Mi mit tettünk? Azt mondtuk, két eltérő dolog, tartózkodunk. Ettől kezdve más se hallunk, mint hogy önök nem voltak hajlandók a büntetős törvénykönyv szigorítását megszavazni. Most annyiban léptek önök tovább, hogy amit 98-2002 között betartottak, ott koherencia zavarról lehetett a zárószavazáskor ezt megtenni. Most behozzák ezt a teljesen új műfajt, tehát az utolsó pillanatban, amikor a behozott részt még tartalmilag se tudjuk értékelni, úgyhogy azt hiszem, a Jobbik eddig azt jelezte, hogy a parlamenti munkában részt vesz, de ebben a helyzetben, ennek az elkerülésére, ami képviselői jogot sértőnek érzünk, mikor teljesen eltűnő kérdésekről egy szavazás van, most annyit fogunk tenni, hogy nem fogunk részt venni ebbe a szavazásba. Köszönöm szépen! Szilágyi Péter képviselő úr, 2 perces hozzászólás. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, mi arra készültünk, hogy ezt a javaslatot meg fogjuk szavazni. Ennek a javaslatnak az általános vitája egy nagyon konstruktív és érdekes vita volt. És most valóban ez egy olyan furcsa zárószavazás előtti módosító, aminek csak egyetlen egy kapcsolódási pontja lehet az eredeti javaslathoz, mégpedig talán az, hogy a 2 milliós bérplafonba, amiben Szijjártó Péter beleütközött, a különbözetet elképzelhető, hogy gázban, természetben fogja megkapni. Egyedül ez lehetséges. De a legfelháborítóbb ebben a javaslatban az az, hogy egy olyan fontos témát hoztak így be sútyomba, amihez az ellenzéki képviselők nem tudnak módosító javaslatokat benyújtani. Kérem, hogy ezentúl ne meséljenek nekünk itt a nemzeti együttműködés rendszeréről. Köszönöm. Köszönöm szépen, tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, és megadom a szót Bencsik János képviselő úrnak, Fidesz. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Ugye nagyon fontos technikai kérdésekről volt szó az elmúlt percekben, hogyha megengedik, akkor ezen módosító indítvánnyal kapcsolatos fontos tartalmi kérdést említenék meg, hiszen olyan problémát kell megoldani,
az elkövetkezendő napokban és hetekben, amely lehetőséget fog biztosítani arra, hogy az elkövetkezendő időszakban a tápfűvel ellátott lakások esetében lehessen biztosítani azt, hogy a korábbiaktól eltérő módon nem egy társadalmilag igazságtalan támogatási rendszer keretén belül segítsük meg a rászorulókat, hanem társadalmilag igazságos rendszer keretén belül, amely nem iparági szereplők extra profitjához való hozzáférést biztosítja, hanem a korábbi tápfő termelők helyett a tápfő szolgáltatókon keresztül fogja lehetővé tenni azt, hogy valóban a kedvezményezett tápfő fogyasztókhoz jusson el a támogatás. Bármennyire is fájó dolog ez néhány iparági szereplő számára, és úgy látom legalábbis, hogy a szocialista képviselő csoport tagjai számára is, ahhoz, hogy ezt az igazságos támogatási rendszert be lehessen vezetni július 1-től, el kell végezni a jogszabály módosítását. Ennek a jogszabálynak a módosítása azonban úgy történik meg, kedves Józsa képviselő úr, hogy az ön által is nagyon fontosnak tartott földgáz alapú kapcsolt energiatermelők az előállított villamos energiát az előző időszakhoz, az önök időszakához képest ne egy megemelt villamos energia tarifa rendszeren keresztül tudják értékesíteni, hanem a mindenkori piaci áron, de a MAVIR által létrehozott mérlegkörön, egy önálló mérlegkörön keresztül. És a hőoldali támogatáson keresztül pedig nem a kapcsolt termelők fogják megkapni a támogatást, hanem a hőszolgáltatókon keresztül maguk a tápfőszolgáltatók, és ettől társadalmilag igazságossá válik a rendszer, és nem fogja a teljes kát mérlegkörnek az összegét, támogatási összegét megemelni. Valójában erről van szó, a módosító indítványnak a támogatását indítványozom mindazok számára, akik fontosnak tartják azt, hogy egy korábban társadalmilag igazságtalan elosztási rendszer az igazságossá váljék, és ne iparági szereplők, hanem a fogyasztók jussanak hozzá a támogatáshoz. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló 6 perces időkeretben Bágandi Gergely, képviselő úr, MSZP. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés. Szóval József képviselőtársam úgy kezdte, hogy a Fidesz átlépett egy határt. Tehát a Fidesz már elég sok határt lépett. Tehát én azt gondolom, hogy az egyiket például akkor, amikor hasonlóan egy zárószavazás, egészségügyi tárgyú törvényhez benyújtott zárószavazás előtti módosító javaslat keretében menesztették a költségvetési tanácsnak az elnökét. Nagyjából ekkor jártunk a Balkánnál. Ezzel a módosító javaslattal most körülbelül a Kazaksztán táján járhatunk, de még egy-két ilyen jó lépés, és biztos eljuthatunk Fekete-Afrikáig is. Azt tudom mondani, hogy sajnos ez az, amit lehet erről a javaslatról mondani. Azon kéne most vitatkoznunk esetleges módosító javaslat keretében, hogy mondjuk Szijjártó Péternek jár-e a 2 millió forint fölötti fizetés, vagy nem jár, esetleg ennél kevesebb jár-e, de biztos nem az energetikai szektorról, vagy a gázszektorról. És hogyha fideszes képviselőtársam úgy gondolja, hogy ezek technikai jellegű problémák és kifogások, akkor azt gondolom, hogy a problémának a lényegét nem érti, hiszen én úgy hiszem, hogy nem technikai jellegű probléma az, hogyha nem nyílik lehetősége mondjuk az országgyűlés szakbizottságának megvitatni az előttünk fekvő egyébként igen komoly módosítást előidéző törvényjavaslatot, vagy eszközlő törvényjavaslatot, és ugyancsak nem technikai probléma az én megítélésem szerint, hogyha a plenáris ülésen normális vita keretében, nem pedig egy zárószavazási eljárás keretében, vagy záróvita keretében
lehet megvitatni egy ilyen súlyú és egyébként az alapjavaslattól tökéletesen eltérő tárgyú törvényjavaslatot. És őszintén szólva, én nem kívánom azokat az érveket ismételni, de valóban mi is forgattuk ezt a javaslatot azóta, mióta a kezünkbe kaptuk. Egyébként az javaslat előterjesztőjének 5 perccel a határidő lejárta előtt jutott eszébe, hogy benyújtsa egy másfél oldalas törvénymódosító javaslathoz ezt a 12 oldalas zárószavazás előtti módosító javaslatot. Még szerencse, hogy eszébe jutott, mert nyilvánvalóan, hogyha ez nem történik meg, akkor az alapjavaslatnak a rendelkezései vagy az alkotmányba ütköznének, vagy ez a két paragrafus, ami itt van, és az egyik ebből ugye a hatályba léptető rendelkezés, az egymással nem lenne koherens. Tehát szerencse, hogy ez eszébe jutott. Persze csodálkozunk picit azon, hogy Szijjártó Péternek és ugye a mögötte álló stábnak, nyilván egy komoly apparátusról van itt szó, hogyan lehetett ilyen slendrián? Hogyan lehetett olyan slendrián, hogy nem vette észre azt, hogy nem csökkentheti a saját fizetését anélkül, hogy közben ne szabályozna a földgázpiacot és az energetikai szektort, mert tulajdonképpen erről szól ez a javaslat, ezt csak együtt lehet szabályozni, hiszen nyilvánvalóan, ha ez nem így lenne, akkor egy külön törvényjavaslat keretében tárgyalnánk meg mindezt. Szóval, ha... Én azt javaslom és azt gondolom, hogy indokolt lenne, ha legalább az előterjesztő megpróbálná ezt nekünk megmagyarázni. Mert ha ezt nem teszi, akkor sokan azt találják majd gondolni, hogy önök házszabálysértően, jogszabálysértően a parlamentarizmus semmibe véve és visszaélve a hatalmukkal járnak el. Hát nyilván nem erről van szó, csak mi értjük félre, vagy mi nem értünk valamit. Ugye egy egyszerű jogász számára ez elég nehezen követhető egy első ránézésre, de gondolom, hogy egy beavatott fülkeforradal már az érti ezt, és tudja erre a választ. Tehát őszintén szóval remélem azt, hogy önök elő fogják terjeszteni, hogy mi is erre a megfelelő válasz. És hát ugye azt is, hogy hogyan egyeztethető ez össze az önök nemzeti együttműködési programjával, mert hiszen ha ma 12 óra előtt 5 perccel nyújtják ezt be, akkor meglehetősen nehéz erről társadalmi és szakmai vitát folytatni, márpedig én azt gondolom, hogy nem lett volna fölösleges. Nos, ha erre nem tudnak magyarázatot adni, akkor nagyon nagy probléma van. Miniszterelnök úr, valószínűleg azt a kijelentését, ami a bohócügyi államtitkára vonatkozott, azt viccnek szánta, megjegyzem, az én meglátásom szerint egy elég ízléstelen és oda nem illő viccnek, de ha ez a javaslat átmegy az országgyűlésen, akkor a valóságban is sok képviselő, sőt megjegyzem, államtitkár is lesz, akiknek vezérük majd bohócsipkát húz a fejére. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen. 2 percre Lázár János frakcióvezető úrat illeti a szó. Igen, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt országgyűlés, azt gondolom, hogy Bencsik János képviselőtársunk világosan és egyértelműen megindokolta, hogy miért volt szükség ennek a javaslatnak az ilyen formán történő benyújtására, amiről legkevésbé sem állítom, hogy a legszerencsésebb vagy a legelegánsabb, azonban nem csak az a fontos, hogy valami elegáns, hanem az a fontos, hogy a fogyasztók a szükséges, igazságos megoldáshoz hozzájussanak ezen keresztül. Annyit szeretnénk csak önöknek elmondani, hogy megismerhettük a formai kifogásaikat, de nem ismertük a tartalmi kifogásaikat. Önöket érdeklik a képviselői jogaik, de nem érdeklik a fogyasztóknak a helyzete. És mi a fogyasztók helyzetét szeretnénk javítani egy igazságosabb rendszerben, ami pedig a kátrendszer társadalmi vitáját illeti. Egy éve zajlik a kátrendszer társadalmi vitája, amiben mindenféle érdekképviselet elmondhatta az álláspontját. Ebben a parlamenti közegben már mindenki elmondta a maga álláspontját a kátrendszer megváltoztatása ügyében, és teljesen egyetértek abban, hogy a távhő fogyasztókat kell védeni, és nem fölöslegesen kell az állami szubvenciókat kifizetni az áramátvételi rendszerrel. Ebben nem volt eddig differencia, ebben mindenki egyetértett. Most egy formában próbálnak önök kötözködni, holott a szocialisták esetében fölhívnám a figyelmet arra, hogy én még emlékszem arra a költségvetési vitára, amire szeretném emlékeztetni önöket. Emlékszem arra a költségvetési vitára, amikor önök beterjesztettek egy költségvetést, ami mégiscsak az ország sorsáról szól, majd 3-szor nyújtottak be hozzá komplex módosító indítványt Veres János pénzügyminisztersége idején. Azt önök elegánsnak, házszabályszerűnek és jónak tartották, ugye?
az rendben volt. Most, amikor az embereknek akarunk segíteni, az nincs rendben. Önök költségvetési vitát folytattak házszabályellenesen, módosító indítványokkal. Most azt kérjük csak önöktől, hogy a technikai problémákon emelkedjenek fölül, a formai kifogásokon emelkedjenek fölül, és az emberek érdekében segítsék a helyzetet megoldani. Segítséget szeretnénk kérni a tisztességes ellenzéki képviselőktől.